A tervek szerint júniusban újraindítják a nagykapos Bánóc közti vasúti személyforgalmat. A 26 km hosszú szakaszt 2011-ben szüntették meg arra hivatkozva, hogy az üzemeltetése gazdaságilag nem kifizetődő, mivel kevesen vették igénybe. Az évek során több szervezet, párt kezdeményezte a szányvonal személyforgalmának visszaállítását. Aláírás gyűjtés is folyt annak érdekében. Ez az egyszerelvény közlekedett naponta két alkalommal Nagykapos és Bánóc között, mielőtt megszüntették a járatot. A szakaszt elsősorban a diákok és a nyugdíjasok használták ki. Rendszerint iskolába vagy orvosi látogatásra utaztak átszállással Kassa irányába. A peront újítják a Nagykaposik kisállomáson. Arra készülnek, hogy nyáron visszaáll a személyszállítás. Négy pár vonat fog közlekedni, kettő a reggeli, illetve a délelőtti órákban, kettő pedig délután, a későbbiek során majd pontosítják az időpontokat. A kezdeményezők között voltak a városok és a falvak társulása, illetve a polgármesterek. Ugyanúgy nagykapos város lakosa is, hisz, hisz többször nyújtottunk már be petíciót bánóci átszállással az ungvidékiek tulajdonképpen az ország bármelyik pontjára el tudnak jutni. A legtöbb utazó a nyugdíjasok és a diákok közül kerül ki, hisz a vasút számukra biztosítja az ingyenes utazást. És mint mindenki más, ők is 25 kilométeres kerülő úttal jutnak csak el a legközelebbi állomásra. Tudatában vagyunk, hogy ez a szakasz ezután sem lesz kifizetődő, de ezeknek az embereknek, a nagykaposiaknak és az ungvidékieknek is ugyanúgy joga van a, a, vasúti közlekedést használni, mint az ország bármelyik más részében lakóknak. A közlekedési minisztérium tervei szerint a júniusi vasúti menetrend változással indul újra a nagykapos bánóc közti szányvonalon a vasúti személyszállítás.